Jó estét kívánok! Önök a Híros Híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük a mai nap kiemelt témáit röviden. Végrehajtási együttműködést írt alá Kecskemét és Pápa vonatkozásában az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország a Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. Augusztus 1-től lehetőség nyílik a koronavírus elleni harmadik oltás felvételére. Tegnap óta burkolatfelújítási és megállóhelyát építési munkálatok zajlanak a Kecskemét-Hetényegyháza közötti szakaszon. Védelmi együttműködési megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország még 2019-ben. A kétoldalú katonai védelmi egyesség keret az együttműködés további erősítésére a védelmi ágazatban, és összhangban van Magyarország saját szuverenitásához fűződő értékeivel. A mai napon a Kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázison a védelem egyik fontos elemét, a végrehajtási együttműködést írta alá Kecskemét és Pápa vonatkozásában az amerikai és a magyar fél. Az eseményen részt vett Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és dr. Salac László országgyűlési képviselő is. Végrehajtási megállapodást kötött az amerikai és a magyar fél. Az együttműködés része annak a védelmi megállapodásnak, amelyet még 2019-ben írt alá Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok. Ez az egyesség modernizálja a fegyveres erőket, valamint meghatározott helyszíneken közösen fejleszt majd a két ország. A mai aláírás Kecskemétet és Pápát érinti. Ez gyakorlatilag a két országnak a biztonsága és védelme érdekében kötött államközi megállapodás teljes keretet ad arra, hogy két ország biztonsága elmélyítése érdekében katonai fejlesztéseket hajtsunk végre jelen pillanatban légierőbázisokon, ez jelenti a Kecskeméti és a Pápai légibázist. A következő aláírások azok Várpalota és Tata lesznek, itt szárazföldi fejlesztésekre lehet számítani. A kecskeméti repülőbázison és a pápai bázis repülőtéren elsősorban infrastruktúrális és technológiai fejlesztések várhatók, amelyeket a légierő érdekében hajtanak majd végre. A megállapodás, amit aláírtunk, nagyon fontos, mert formalizálja a kapcsolatot Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között. Mi már eddig is partnerek voltunk, ez pedig most egy újabb szint abban a tekintetben, hogy hogyan fogunk együtt dolgozni bizonyos repülőtereken és lehetséges hadibázisokon az idők során. Mi együtt szolgáltunk Irakban, de együtt szolgáltunk Afganisztánban és Koszovóban is. Ez egy újabb út, ami még inkább szorosabbá fűzi a kapcsolatunkat. A kétoldalú megállapodás összhangban van a NATO felé vállalt kötelezettségeinkkel, és segíti azoknak teljesítését, akár a 2%-os GDP arányos védelmi költségszint elérésére, akár a készenlét fokozására vonatkozó NATO elvárás teljesítésére, akár a rendszeres gyakorlatok megtartásának jogi környezetére való tekintettel is. Az egészségügyben dolgozóknak kötelező lesz az oltás, és augusztustól lehetőség nyílik a harmadik dózis felvételére is, mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban pénteken reggel. Kiemelte, hogy az átoltottságot tekintve Magyarország még mindig a legbiztonságosabb ország az Unióban. Augusztus 1-től lehetőség nyílik a koronavírus elleni harmadik oltás felvételére, az egészségügyben dolgozóknak pedig kötelező lesz felvenni az oltást, mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a Közszolgálati Rádióban. Hozzátette, lehetőség van a harmadik oltás felvételére, amit azon a helyen kell kérni, ahol az első két oltást kapták a páciensek. A kormányfő azt mondta, a harmadik oltás felvételére a másodikat követően 4 hónap elteltével lesz lehetőség, de az orvosok ettől eltérhetnek. Az orvosok döntenek arról, hogy milyen oltást adjanak be harmadiknak. A mostani delta variáns a legagresszívebb, ami megjelent. Azok az idősek, akik nincsenek beoltva, veszélyben vannak, és a delta variáns meg fogja őket találni, tette hozzá a kormányfő. Szólt arról is, hogy visszafertőződés esetén is jóval nagyobb a védettség akkor, ha valaki be van oltva. A 16 és 18 év közöttiek átoltottsága 45% körül van, a 12 és 15 év közöttiek körében pedig 13%-os.
Az iskola kezdés előtti két napon minden gyerek megkaphatja az oltást az iskolákban, mivel oltási napokat rendeznek. Tegnap óta burkolat felújítási és megállóhely átépítési munkálatok zajlanak az 5218-as számú úton, a Kecskemét-Hetényegyháza közötti szakaszon a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Információi szerint. A munkálatok a forgalom időszakos félpályás lezárásával járnak, forgalmi torlódások alakulhatnak ki. Az érintett 15, 15D és 29-es jelzésű helyi autóbuszjáratok közlekedésében előfordulhatnak késések. A jelzett útszakaszon található Nagytanya, Szigeti Köz és Úrihegy megállóhelyek átépítésének idejére az egyes helyszínek környezetében ideiglenes megállóhelyeket jelölnek ki. A közlekedési központ arra kéri az utasait, hogy előre tájékozódjanak az aktuális intézkedésekről, és amennyiben szükséges, fáradjanak át a kijelölt ideiglenes megállóhelyre. A tűzoltóság 150 éves történetéről nyílt kiállítás pénteken reggel a Cifra palotában. Az eseményt követően megtartották a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltónapi állománygyűlését, ahol rövid, de tartalmas műsort követően átadták az elismeréseket a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársaknak. A tűzoltóság 150 éves történetét mutatja be az a tárlat, amely a Cifra palotában nyílt meg ma délelőtt. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának kiállítása a kezdetektől egészen a katasztrófavédelem rendszerének létrejöttéig tekinti át a meghatározó történéseket. Megemlékezik a diák tűzoltókról, az önkéntes tűzoltó szervezetek létrejöttéről, gróf Széchenyi Ödön ikonikus alakjáról, a boldog békeidőkről, a tűzoltó szövetség megalakulásáról, nagyobb tűzesetekről, a gépesítésekről, az 1936-os tűzvédelmi törvényről, a világháborúban ellátott légoltalmi feladatokról, az állami tűzoltóság létrejöttéről, az 56-os forradalom és szabadságharc idejéről, majd a Kádár korszakon keresztül eljut napjainkig. Ez egy nagyon nagy időszakot, egy 150 évet átölelő kiállítás. Sajnos a pandémia miatt a tűzoltóság 150 éves fennállását a tavalyi évben nem tudtuk oly módon megünnepelni, ahogy szerettük volna, úgy ráirányítani a figyelmet, úgyhogy ezért is nagyon fontos számunkra, hogy itt lehetünk, hogy eljuthatott önökhöz is a kiállítás. A kiállítás megnyitó után megtartották a Bács-Kiskun megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltónapi állománygyűlését, ahol dr. Farkasinszky Lóránt tűzoltóezredes megyei igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Dobai Gergely tűzoltó alezredes, a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője mondott beszédet. A rövid, de tartalmas műsort követően átadták az elismeréseket a katasztrófavédelem kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársainak. A tűzoltók napját hagyományosan május 4-én Szent Flórián napján ünnepeljük. Dobai Gergely tűzoltó alezredes a jeles nap kapcsán arról beszélt, hogy évszázadokkal ezelőtt Flórián és katonái a mai eszközök híján puszta kézzel küzdöttek a lángok ellen. Korunk modern technikai eszközei segítik a tűzoltó munkát, azonban ez a segítség mit sem ér a tenni akarás, a bátorság és a bajtársiasság nélkül. Őrjöngött és felborított egy térburkolatba csavarozott padot, majd maga tehetetlenül fetrengett a földön egy hajléktalan, akit egy másik, erősen ittas társával együtt sikerült a városrendészet, a mentők és a rendőrök együttműködésének köszönhetően mentőkocsival elszállítani szerda délelőtt. Ezt a térburkolatba csavarozott padot szakította ki, azaz öntudatlan állapotban lévő hajléktalan, akihez riasztották a városrendészeket szerda délelőtt. A térfigyelő kamera szobában szolgálatot teljesítő közterületfelügyelők jelzésére két járőr érkezett a Szabadság térre, a Békástó környékére, ahol a bejelentés alapján két hajléktalan férfi garázdálkodott. A két hajléktalan szemét igazoltatásra szólították fel a kollégák, azonban velük érdemben nem lehetett kommunikálni, nem voltak olyan állapotban. Az egyikőjük még a háta mögött található padot is föltépte a rögzítési helyéről, úgyhogy a kollégák hívták a mentőszolgálatot. Egyikük maga tehetetlenül, részben öntudatlan állapotban fetrengett a földön, feltehetően tudatmódosítószerek hatása alatt, aki a padot rongálta meg.
Egy távolabbi padon pedig egy másik, erősen ittas állapotban lévő férfi feküdt. A helyszíre érkezésünkkor az egyik úriember itt feküdt éppen ezen a gyepes virágos zöld feletti részen. Kérésünkre megpróbált fölállni, akkor nagy nehezen sikerült eltámolyognia ebbe az irányba. Padra szerettük volna egyéb irányt leültetni a mentők kiérkezéseig, mert már láttuk, hogy ezért ez itt bonyolultabb, komolyabb dologra van szó. És akkor oda abban a citruses részbe esett, de onnan viszont le tudtuk ültetni a padra a mentők kiérkezéseig. Figyelemmel arra, hogy a két férfi nem volt együttműködő. Őket csak a gyorsan helyszínre érkező rendőri segítséggel és két mentőgépkocsival sikerült elszállítani. A hely szabad megválasztásának joga mindenkit megillet, azonban vannak esetek, amikor szükséges az intézkedés. Amennyiben jogellenes magatartást nem fejtenek ki, akkor a városba bárhol tartózkodhatnak nyilván a közterületeken. Hogyha deviáns magatartást fejtenek ki, tehát italoznak, garázda magatartást tanúsítanak, abban az esetben lehet velük szembe fellépni. Nyilván ez a hivatalos személyeknek a feladata, tehát nem a járókelők, illetve a tisztes polgároké. A tisztes polgárok annyit tehetnek, hogy vagy a közterület felügyeletre telefonálnak be, mi elég gyorsan, tehát kb. 5 és 10 percen belül a helyszínre tudunk érkezni és tudunk intézkedni, vagy pedig a rendőrkapitányság segítségét veszik igénybe. Az elszállított hajléktalanok személyi adatainak megállapításakor kiderült, hogy egyikük körözés alatt áll. A cselekmény miatt eljárás kezdeményezésére kerül sor. A Daimler a vártnál nagyobb negyedéves nyereséget ért el, miután jobban teljesített az autó, teherautó és autóbusz gyártó ágazata. A kecskeméti Mercedes-Benz gyárat is üzemeltető cég több mint 5,4 milliárd eurós nyereséget jelentett. Adta hírül az MTI. A Daimler nyerességgel zárta az idei második negyedévet, miután a vártnál jobban teljesített a cég autó, teherautó és autóbusz gyártó ágazata. A Kecskeméten Mercedes-Benz gyárat is üzemeltető társaság a június végével záródott három hónapról 5,42 milliárd euró kamat és adófizetés előtti nyereséget jelentett. A koronavírus járvány által komolyan érintett tavalyi második negyedévben a Daimler 708 millió euró veszteséggel zárt, míg 2019 második negyedévében 2,5 milliárd euró volt a nyereségük. A társaság a járvány miatt tavaly március 17-én döntött úgy, hogy felfüggeszti a termelést az európai üzemek többségében. A gyártást 4 hét szünet után április 20-án kezdték fokozatosan beindítani, elsőként a társaság székhelye Stuttgart mellett fekvő Bad Cannstattban működő motorgyárban. A kecskeméti üzemben április 28-ától gyártanak ismét kocsikat. A nyereség legnagyobb részét a személyautógyártó divízió adja 3,6 milliárd euróval, a buszokat és teherautókat gyártó ágazat 831 millió euró kamat és adófizetés előtti nyerességet ért el, emellett a Daimler Mobility 924 millió eurós eredménye szintén jobb lett a szakértői várakozásokénál. A Daimler július 21-én ismerteti részletesen a negyedéves adatokat. Javában zajlik a harmadik tőserdei népzenei tábor. Az ötletgazda Csík János és zenésztanár kollégái vezetik be a fiatalokat a népzene rejtelmeibe. A választható hangszerek között szerepel például a hegedű, a citera, a furuja és a népi ének. A táborban általános és középiskolások vesznek részt, voltak, akik Temesvárról érkeztek. Énektől, citerától, furujától és hegedűtől hangos lakitelek tőserdő. Immáron harmadik alkalommal rendezték meg a népzenei tábort, melyen több mint 70-en vesznek részt. A szervező Csík János azt mondta, fontos, hogy a gyerekek megismerjék a magyar népzenét, aztán pedig törődjenek vele. Igazi meglepetés nekem néha, főleg a mai korunk furcsa történései közepette, hogy a szülők és a gyerekek boldogan jönnek el, és főleg mikor a tábor közepe vagy vége felé van, ilyen tényleg elégedetten sétálnak, és ott akarnak lenni. És hogy... Szóval, hogy nem csalódnak ebben a történetben, és ez a legfontosabb cél ebben a dologban, hogy jól érezzék magukat, és ez egy másik világot jelentsen nekik, egy jó világot. Szabad idejében hegedülni szokott Ádám Blanka Noémi, aki visszatérő vendég. Idén már harmadszor vesz részt a táborban. Szerettem volna több tájegységről tanulni dalokat. Most per pillanat azért
fontos számomra ez a tábor, mert óvodapedagógusnak tanulok, és szeretnék még jobban a népzenében jártas lenni. A táborban nem csupán fiatalok vesznek részt, a szülők is elkísérhették a gyermekeiket. Én a kisfiammal érkeztem, aki népi hegedűt tanul már 2 éve Kecskeméten a művészeti iskolában, Csík János a mestere, és úgy gondoltuk, hogy nyáron ezekre a tanulmányokra még akkor ráerősít itt ezen a héten, és én elkísértem őt, és táboranyuként segítkezem itt a zenetanároknak és a táborvezetőknek. A szervezők a zenélésen kívül kézműves foglalkozásokat és előadásokat is szerveznek a táborozóknak, akiknek azért a strandolásra is marad idejük. A Töretlenül Magyarok mai adásában újabb magyar ellenes megnyilvánulásokról adunk hírt. Bár a román diktátor Ceausescu kivégzése óta eltelt több mint 3 évtized, még mindig támadják a magyarokat Erdélyben, most nyelvhasználatuk miatt. Sepsiszentgyörgyön a Profi üzlet vezetője vegzálta az ott dolgozókat. A román boltvezető megtiltotta az alkalmazottaknak és a vásárlóknak, hogy magyarul beszéljenek. A múlt héten pedig egy újabb atrocitás érte honfitársainkat. Egy buszsofőr szólt rá a Kolozsvár és Kisfenes között közlekedő járaton utazókra, hogy ne beszéljenek magyarul. A Fanny busztársaság felé panaszt is tettek, ám ott is azt a választ kapták a diszpécsertől, hogy Romániában élnek, beszéljenek románul. A két témában az Erdélyi Magyar Televízió készített anyagot. Videócseten keresztül pedig Csoma Botond, parlamenti képviselővel, az RMDS képviselőházi frakcióvezetőjével beszélgettünk az Erdélyben folyamatosan jelenlévő magyar gyűlöletről és a vegzálásokról. Hamarosan újabb jelentős állomásához érkezik a Kecskeméti Televízióban zajló korszerűsítési folyamat. Július 27-től már Full HD-ben sugározza majd műsorát a KTV. Július 27-től a jelenlegi SD-ről Full HD sugárzásra áll át a Kecskeméti Televízió, a KTV hónapok óta készen állt már a technikai ugrásra, ám a pandémia ennek végrehajtását nem tette lehetővé. A műszaki átállás folyamata július 27-én kezdődik, amelynek következtében néhány órára leáll a csatorna sugárzása. Az újraindulás után a KTV földi sugárzású adása továbbra is az UHF 21-es csatornán 474 MHz-en, de immár Full HD képfelbontásban lesz elérhető. Ez azt jelenti, hogy a képernyő hosszabbik oldalán 1920, a rövidebb oldalán pedig 1080 képpontból áll majd a kép, ami így sokkal részletgazdagabb lesz, mint a korábbi SD minőségben. A változások a kábeltelevízió vagy IPTV előfizetőket is érinteni fogja majd, de erről a szolgáltatók adnak részletesebb felvilágosítást. Bővebb információkat a hiros.hu oldalunkon olvashatnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Védelmi együttműködési megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország még 2019-ben. A mai napon a Kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. A végrehajtási együttműködést írta alá Kecskemét és Pápa vonatkozásában az amerikai és a magyar fél a légierő védelmében. Augusztus 1-től lehetőség nyílik a koronavírus elleni harmadik oltás felvételére, az egészségügyben dolgozóknak pedig kötelező lesz felvenni az oltást. Tegnap óta burkolatfelújítás és megállóhelyát építési munkálatok zajlanak az 5218 számú úton a Kecskemét-Hetényegyháza közötti szakaszon, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Információi szerint. A tűzoltóság 150 éves történetéről nyit kiállítás pénteken reggel a Cifra palotában. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Ferenciné Kerekes Edit, a Kecskeméti Pedagógus Kórus Egyesület elnöke, akivel a jubiláló Kecskeméti Cantus Nobilis kórusról beszélgetünk. Ezt követően megmutatjuk, milyen különlegességgel készül a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a jótékonysági jelmezvásárra, amelyet július 24-én tartanak. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hiros.hu. A hírös híreket 21 óra 40 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg.
A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb a technikai leállást követően augusztus 2-án hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó pihenést kívánok, viszontlátásra! Szombaton erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Országszerte várható zápor, zivatar. A szelet erős lökése kísérhetik, illetve zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 19 fokot, napközben pedig 28 fokot mérhetünk majd. Vasárnap erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, többfelé záporral, zivatarral. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik a szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 21 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 30 fok között alakul. Hétfőn szintén felhős idő várható, több helyen záporral, zivatarral. A szél sokfelé megélénkül, a minimum hőmérséklet 22 és 24 fok, a maximum hőmérséklet 26 és 28 fok között lesz.